Istenem! Hát itt vagy? Na hát, Tony, nézd ránk! 15 kibaszott éve! Hogy beszélsz? Mit szólsz? Én nem változtam semmit. Marha jól nézel ki! Akkor mehetünk? Meglepetés! Ó, egek! Gratulálok, majdnem infarktust kaptam. Mama, hagyd abba a sírást, így is hülyén érzem. Én nem is tudom, mit mondjak. Nem mondj semmit, csak egyél! Rendben! 15 éves marinált paprikám van. Mi van? Semmi pocak! Hát én, hol a hajad? Te nem változtál, Én is kérdezem. Mi történt vele? Őt kérdezd. Fasírtban vagytok? A pénzt kért tőlem, aztán öngyilkos akart lenni, és ki volt a húnyó? Istenem, Tony! El se tudod képzelni, mennyire hiányoztál mindnyájunknak. Te aztán semmit nem változtál. Te is úgy hazudsz, mint a régen. Na és Nancy? Itt van? Sajnos nem tudott jönni. Bionba kellett menni a gyerekekkel. Hozzon még egyet a jelzőt. Csak leszorítsa. Ez van. Anthony! Jen! Hadd mutassam be a családomat. Beszélgetünk, Jenny. Tony, emlékszel Bobira? Újra itt van, Isten. Ő az életem párja. Gyerekek, ő a bácsikátok, Tony Blundetto. Szervusztok. Eddig miért nem találkoztunk? Utaztam a munkám miatt. Nem is hallottunk rólad. Ne zavarjuk, Tony bácsit, gyerünk. Nem túl jól nevelt kölykök. Szervusz, Tony bácsi. Ah, szűzanyám. Meadow, ugye? Felnőtt hölgy lettél, és milyen gyönyörű. A fiatalember pedig Anthony Junior. Kellyvel mi van? Akkor csütörtökön együtt vacsorázunk, ugye? Igen, apuci. Amióta nem élek együtt a családommal, időpontot kell egyeztetnem a gyerekekkel, hogy lássuk egymást. Üdvözlöm Zito bácsikámat!